Gőzerővel dolgoznak a munkások a győri Págisz iskola területén, a korábbi energetikai felújítás még tart, néhány hónapja pedig egy újabb fejlesztés indult, ami bővítést és korszerűsítést jelent. A beruházásokat Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezte, és a 3 milliárd forintnyi forrást is ő szerezte. Most, hogy a szakképzés feltételeit szeretnénk javítani, ezért két fejlesztést kellett összehangolni. Kellett egy energiakorszerűsítést végrehajtani az intézményen, hiszen amikor ez az intézmény épült, az akkori kor követelményének egy nagyszerű jó iskola készült, épült, de sok évtized telt el, elavultak a nyílászárók, korszerűsíteni kell az épületet, gépészetet, külső homlokzati és tetőszigetelést kell az épületre tenni, és a szakképzés korszerűsítése, a szakképzésnek a fontosabbá válása pedig azt mondta maga után, hogy bővítést is kell az intézményben végrehajtani. És ennek a két fejlesztésnek a megvalósítása zajlik jelenleg. Ez több mint 3 milliárd forintos fejlesztés beruházás, és valóban mindent próbáltam megtenni azért, hogy ez a részben uniós, részben pedig hazai kormányzati forrás rendelkezésre álljon. A Págiszban szó szerint a jövő szakképzési fellegvára épül, az itt tanuló és innen kikerülő fiatalok a város, a régió és az ország jövőjét építik, ezért is fontos az intézmény bővítése. Szeretném megköszönni az itt dolgozó munkásoknak, mérnököknek, hogy az ígéretük szerint egy jó minőségű munkát fognak átadni, és nem utolsó sorban szeretném megköszönni az iskolában dolgozó szakembereknek, pedagógusoknak, oktatóknak, és mindazoknak, akik segítik az ő munkájukat, hiszen ismét egy eredményes évet tudtak lezárni, és úgy tudták lezárni, hogy közben már a munkák zajlottak. A építési, felújítási munkák a iskola szünet idején, tehát a nyári szünet idején is zajlanak, és egy részük túl fog nyúlni értelemszerűen a következő őszi-tavaszi időszakra is, de nyilván mindenki mindent meg fog tenni, hogy gördülékenyen kezdődhessen az őszi oktatás. A lényeg, hogy országgyűlési képviselőként továbbra is mindent megteszek azért, hogy fejlődjön Marcalváros, fejlődjön Győr és az egész térségünk, és továbbra is országgyűlési képviselőként azt tartom a legfontosabbnak, hogy fejlődés legyen Győrben is, a térségben is. A szakképzés fejlesztése komoly kormányzati cél, a győri centrum pedig az egyik zászlós hajója a magyar szakképzési rendszernek. Ezért is fontos a Págisz bővítése, mondta híradónknak a centrum kancellárja. Azt gondolom, hogy az egész szakképzés számára szimbolikus értékű lehet ez a fejlesztés, hiszen azért a szakképzés 4.0 meg is fogalmazta, hogy egy nagyon fontos láb a szakképzés vonzóbbá tételébe az, hogy 21. századi környezetet teremtsünk a fiataloknak, és ennek egy nagyon nagyszerű példája lehet majd a Págisz, ha elkészült a fejlesztés. Nagyon nagy öröm ez számunkra, hogy egy komplex megújuláson mehet át az iskola, és bővülhet is, azon kívül, hogy olyan ágazatokat amire hatalmas munkaerőpiaci kereslet van, és nagyon reméljük, hogy a bővítés nyilván a tanuló létszámnak az emelkedését is tudja hozni. A Págisz számára is kiemelten fontos a most zajló 3 milliárdos fejlesztés, az energiahatékonysági és a bővítési beruházás is. Az intézmény igazgatója szerint a tanév során és most a szünidőben is zökkenőmentesen zajlik a fejlesztés. Komoly nehézségeken vagyunk túl, és nem volt könnyű időszak, de szerencsére sikerült együttműködnünk mindkét kivitelezővel. Mindegyikük maximálisan figyelembe vette azt, hogy működő intézmény felújítása, illetve építése, előtte pedig bontása történt. A tanítás mellett sikerült teremcserékkel, rövidített órákkal áthidalnunk a nehéz időszakot, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az érettségi vizsgákat és a szakmai vizsgákat zavartalanul tudtuk lebonyolítani, köszönhetően a munkálatok időbeli ütemezésének, amely eltért a vizsgák időpontjától. A tanítást ugyanígy megpróbáltuk összehangolni, eddig sikerre, és örülünk annak, hogy balesetmentesen túl vagyunk ezen a tanéven. Köszönöm a kollégáimnak és a diákoknak ezt, hogy partnerek voltak, mindig követték az egyértelmű utasításokat, ezt pedig köszönöm a kivitelezőknek, hogy ezzel segítették a mindennapi munkánkat. A Págiszban zajló munkálatok jól haladnak, így a tervek szerint legkésőbb 2023. májusára el is készülhet a jövő szakképzési fellegvára.